Sziasztok, egy vadi új sorozatban vagyok már itt a kocsiban, és az a helyzet, hogy nekem nincs autóm. Viszont mennem kell ide-oda, és arra gondoltam, hogy megkérek hát brutálisan híres embereket azért, hogy vigyenek el egyik helyről a másikra. És hát a mai videóban egy elképesztő, hát mindegy, egy majdnem világhíresség, ugye a 3 plusz 2 zenekar citerása. Főleg improvizálni szokott csak a... Nem, viccelek. Szóval itt vagyok Debrecenben, mert múltkor itt hagytam a pengetőmet a hangszerboltban, és hát... Az nagyon durva, hogyha valaki ott hagyja a pengetőt. Ez kb. Olyan, mint amikor azt mondja, hogy hazérünk mondjuk egy 1400 kilométeres úton, és akkor váltak, ott hagytam egy doboz bufát. Ugorj már azért doboz bufáért vissza. Na most, ugyanez vagy, itt hagytam a pengetőmet, és hát a Laci volt olyan kedves, hogy elvisz a hangszerboltba innen a vasútállomásról engem, és itt a kocsiban fogunk beszélgetni, meg sztorizgatni, főleg a zenéről fogom őt kérdezgetni, úgyhogy nem kell aggódni, hogy ilyen bulvár őrületek lesznek, ezt kifejezetten megtiltottam magamnak. Hát mondjuk kulvár nem aggódtam ezen, de oké, okay, persze. Yesterday, úgyhogy szerintem csapassuk is. Csináljuk. Még amíg itt kiállunk, addig megkérdeztetem, hogy ér-e turkálni a kocsiban, kesztyűtartóba benézni, meg ilyesmi, hogy ja, persze, CD-ket hordozgatsz magaddal? Legfeljebb a kezedre ütök. Nincsenek titkos, jó, nincsen semmi extra. Hogyha most nem tiltanál le a YouTube, akkor milyen zenét raknál be? Hogy te magyarul most mit hallgatnék? Igen, hát, igen, hogyha mondjuk tényleg engem vinnél el a hangszerboltba, akkor mit raknál be nekem? Nem is tudom, lehet, hogy a legutóbbi Rammstein lemez mondjuk. Yeah. De most ez igazából mondhattam a másik 10 lemezt, és mondhattam volna, mit tudom én, egy Steel Panthert, vagy mondhattam volna, nem tudom, faszom tudja, Paul Gilbertet, tehát elég sokféle dolgot szoktam kocsiban főleg hallgatni. Sokat vezetsz amúgy? Nagyon sokat nem. Nagyon sokat nem. Én soha nem voltam egy nagy sofőr fajta, vagy hogy mondjam, eleve nekem 30 éves koromig nem volt jogosítvány. Nem mondod. Aha. Csak azért, mert, és egyébként, tehát, hogy kellemes csalódás, mert tehát a Magyarország a rock zenekarának az énekesének valami Dodge Ram-et, vagy Ford ilyen óriási pick-upot, vagy valami sportautót képzeltem el, ehhez képest egy tök normális Opel autóban ülünk, és nem tudom, nekem ez kellemes meglepetés, hogy nem ez az van, tudod. A felvezetőben azt mondtad, hogy majdnem világhírű. Na most, ha nem csak majdnem lennék világhírű, ha, hanem világhírű lenné, akkor a kocsra, mint ez a kamionok szemben elünk. Tényleg? Nem, nyilvánvalóan. Nem, az igazság az, hogy mondom, én, mivel 30 éves koromig nem volt jogosítványom, igazából azért nem is volt jogosítványom, mert amilyen anyagi környezetből jövök, családi értelemben véve, ott annak az esélye 20 évesen is még, hogy nekem valaha kocsim legyen, gyakorlatilag legalábbis én akkor azt gondoltam, a nullával volt egyelő. Ja. Magyarul nem láttam semmi értelmét jogsit csinálni, mert úgyse lesz soha autóm. És igazság szerint nekem az életemből az a szakasz, ami a srácoknál általában ugye 18-20 éves korok körül megvan, hogy valami ütőlada, mindegy, milyen autó, csak gyorsan, meg ízi. De magyarul nekem mire jogosítványom lett, addigra már ott tartottam, hogy sokkal fontosabb volt a kényelem, a praktikum, ezért ez a kocsi is kombi, és hogyha volt valaha másik autóm, egyébként nem volt túl sok autóm sem éppen emiatt, nem voltam se olyan autó cserebelelős fajta, ezért nekem sokkal fontosabb a praktikum, a kényelem, és őszintén szólva az én praktikai, meg kényelmi igényeimet egy kombi autó kielégíti. Világos. Ezért nekem nem kell, nem tudom, mekkora egy pick-up, vagy truck, vagy nem tudom, vagy valami olyan autó. A sportautó meg kicsi. Amivel meg mutok, egy sportautó meg persze kicsi, igen. Az a hétköznapi életben nem túl praktikus. Éppen ezért egyébként meg az autóm színe is árukodik ilyen szempontból, ezüst színű autóim voltak, ha voltak valaha. Ugye azt mondja, akinek ezüst autóim, az úgy szeret belesimulni. Igen. Az én extravaganciámat, vagy exhibicionizmusomat inkább így mondom, azt a színpadi jelenlét, hál' Istennek, maximálisan kielégíti. Ez most lehet, hogy hülye kérdés pont tőled kérdezni, de hogy veszed észre, hogy mennyire réteg zene manapság a rock? Hogy azért a 90-es évek elejétől, amikor ti elkezdtétek, most már azért eltelt 30x év, hogy mit figyeltél meg, tehát akár beszélsz saját tapasztalatról, de egy nagy általánosságban is Magyarországon azért biztos ismeritek egymást a zenekarok, a híres rock zenekarok nyilván, és hogy szerinted mi változott az elmúlt 30 évben? Hú, figyú, egy csomó minden változott, meg igazából semmi. Attól függ, honnan nézzük. Az a helyzet, hogy a rockzene kétségtelenül egy réteg műfaj. Ugye, hogyha mondjuk egy
mulatos, lakodalmashoz nézzük, vagy egy, ja, vagy egy átlagos popzenéhez, ami a rádióban szól napi szinten, rotációban, ugye a kereskedelmi rádióban. Ilyen értelemben véve a rockzene rétegzene manapság egészen biztosan, de hozzáteszem, hogy ilyen értelemben véve a rockzene mindig is rétegzene volt. Tehát az más kérdés, hogy voltak a rockzenének olyan korszakai, voltak a rockzenének olyan korszakai, amikor mondjuk, nem tudom, Bon Jovi, vagy a, nem tudom, most mondhatnék zenekar neveket, nagyon-nagyon híres, vagy népszerű volt, de ez is inkább, de akkor is inkább a rockzenének az a, az a válfaja volt ilyen szinten népszerű, vagy ha úgy tetszik, populáris popzene, ami egyébként a rockzene kategória, ha most mindenáron kategóriában, zenei kategóriában gondolkozunk, annak a populáris oldalát képviselte, érted? Akkor most csak arra vagyok kíváncsi, hogy 2022-ben a tankcsapda életében a 90-es évek képest, amikor én akkor már azért voltam annyira idős, de még nem annyira, hogy mondjuk eljárjak ilyen koncertekre, de annyira igen, hogy akkoriban ez egy baromi nagy divat volt az én korosztályomban, és meg hát így plusz-minusz jó pár év, hogy most például 2022-ben 12-16-8 éves gyerekeknél mi a ti pozíciótok? Figyelj, ezt inkább tőlük én nem kérdezni egyrészt. Nem akarom passzolni a kérdést. Az a helyzet, hogy a tankcsoda most már 33. éves történetében voltak olyan időszakok, amikor a rockzene általánosságban véve népszerűbb volt, vagy sokkal több embert vonzott. Volt olyan, amikor még ennél is sokkal lentebb volt, a gatyában voltam. 90-es évek közepén, a 90-es évek második felében, amikor minden faluban volt legalább két diszkó, és minden diszkóban ment éjjel-nappal a hakni, és mindenki énekelte a táncol, hogy vakit a fény, meg mit, milyen című számokat. Abban az időben az nem csak a rockzenének, az élőzenének lófasz volt renoméja, érted? Manapság ez azért, hál' Istennek, most sokkal jobb. Az más kérdés, mondom, hogy a rockzene, miután alapvetően is egy réteg műfaj volt, és minél keményebb, minél kevésbé fülbarát vagy rádióbarát rockzenéről beszélünk, annál inkább rétegzene, ez világos, is így van értelemszerűen. Az más kérdés, hogy a tankcsapda, és remélem, hogy ezzel nem leszek nagyképű, de szerintem nem, a tankcsapda egy bizonyos értelemben véve szerintem túllépett a rockzenekar státuszban, a rockzenekar kategórián. Ez persze egyesek szemében ez egyébként egy felségárulás, vagy hazárulás, ahogy tetszik. De egyébként, hogyha valaki egy átlagemberről beszélünk, a szó jó értelmével átlagemberről, az is sokkal inkább ismerheti ilyen formán a zenekart, a tankcsapdát, mintha egyébként szintiszta, 100% penge éles, mit tudom én, kétládós heavy metal játszanak. Amivel egyébként nincs az égvilágon semmi baj, én magam is nagyon szeretem a rockzenének a keményebb változatait is értelemszerűen. Sőt, hogyha kérdezted, hogy mit hallgatnék, most éppen azt mondtam, hogy Rammstein, de egyébként hallgatnék Slayert is, meg egy csomó minden más. Tehát szó nincs arról, hogy nem. Az más kérdés, hogyha popularitásról, népszerűségről beszélünk, akkor egyrészt a rockzene önmagában sem volt soha egy ilyen szempontból populáris műfaj, mondom, a nagyon népszerű zenékhez képest, és a rockzenén belül is vannak olyan kategóriák, de látod, mit tudom én, egy Metallica is, miután a Nothing Else Matters-t kihozták, onnantól kezdve hiába játszanak, azóta is, hál' Istennek, egyébként tök jó kétláddobbal kísért riffeket, ettől függetlenül van egy csomó, mit a faszom tudja, mi a Hounden, vagy mi annak a üzletháznak a neve, ahol elkapni Metallica Pool. Jaj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 
És egyébként a kérdésre visszatérve, nagyon röviden fogalmazva, a rockzene volt már ennél népszerűbb is szerintem, meg volt már ennél jóval kevésbé népszerű is, és szerintem ugyanúgy, ahogy egy csomó minden más a világon, ez is egyfajta hullámzás, a hullámnak most éppen valamelyik periódusában tartunk. Igen. Egy picit szakmaibb kérdés, és tehát nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok a válaszra, hogy mennyire figyelsz a hangodra, mennyire fejleszted, mennyire foglalkozol azzal, hogy neked beszoktál énekelni, van-e skálázás, jártál-e énektanárhoz, illetve ugyanez a basszusgitárral is a kérdés, hogy mennyit gyakorolsz basszusgitárral, vagy csak annyi, hogy el tud játszani a csapdaszámokat, és akkor vége, vagy azért van vele foglalkozva? A tínédzser évén vége felé jártam egy ideg egy énektanárhoz, de annak semmi köze nem volt az énekléshez. De tehát, hogy arra gondolsz, hogy jártam-e énektanárhoz éneket tanulni, igen, akkor a válaszom erre az, hogy nem. Aha. Könnyen lehet, hogy előrébb tartanék, mint énekes, ha jártam volna. Az is lehet, hogy kurvára nem, mert pont azt a fajta ösztönösséget ölte volna ki, vagy próbálta volna kiölni belőlem egy ilyen szakmatott ember, egy olyan helyre éri majd mindenhol nem ennyire. Ó, bazd meg. Igen. Azt mindjárt visszarakom. Szóval addig befejezem azt a konysokon, igen. Jó. Szóval, hogy nem jártam soha énektanárhoz,
ahogy nem tanultam igazából soha zenét sem, így basszusgitározni sem. Aha. Nyilvánvalóan ez meglátszik és meghaladszik akár az ének, akár a basszus. De most ezért én tisztában vagyok nyilvánvalóan. Én ezt nem rosszból kérdeztem, tudom, abszolút. Tudom, én meg nem cinikusságból válaszolok. Melyik része ez Debrecennek amúgy? Hát most kijöttünk a picsába, de mondom, azért jöttünk el, hogy mindjárt normálisan ötöt fog menni, hogy nyugodtan tudjunk úgy beszélni, közben autózunk. Hát igazából megmondom neked őszintén, hogy pont azért, mert nem vagyok egy nagy, sose voltam egy ilyen nagy autós valaki. Éppen ezért én a közlekedésben is, ahogy a praktikumot mondtam az előbb az autónál, ugye a közlekedésben a biztonságot elsősorban szeretem. Éppen ezért a belvárosban, ha most így beszélgetünk, akkor itt nyugodtabban tudjuk ezt meg. Oké. Na szóval, tehát, hogy nem jártál énektanárhoz, és, de egyébként valamilyen szinten azért figyelsz a hangodra, hogy ne, nem tudom, azért van, hogy baromi sok koncertet lenyomtok egy évben. A gondolod, hogy meg tudom most állni, ezt megigazdani. Jó, azt akkor csapassuk. Szóval nem jártam soha énektanárhoz, hogy a hangomra, meg hogy mennyire vigyelek. Az igazság az, hogy az utóbbi időben jellemző az, vagy utóbbi időben lett jellemző az, hogy figyelek arra, hogy egyrészt manapságban bulit nem iszom egyáltalán alkoholt. Ami nem csak az ének teljesítménynek tesz ilyen szempontból jót, hanem úgy egyáltalán a színpadi munkának is. Egyrészt jobban tudok mindenre figyelni, koncentrálni egymásra, a zenélésre is, úgy értem. Közönségre, a koncert ritmikájára, dinamikájára. Tehát magyarul sokkal jobb így, még ha jóval kevésbé rock'n'rollos is, mint hogyha valaki... Igen. De az igazság az, hogy életemben annyiszor mentem már így fel a színpadra, hogy igazából ez a része már akkora örömet már önmagában. Gondolom. Hogy csak azért így a buli előtt, mert az milyen fasz a rock and roll. Szóval, hogy az utóbbi időben, ha nem is beéneklés, mert ez talán egy túlzás lenne, mert főleg, hogyha valaki, aki tud énekelni, az hallaná azt, amit én beéneklés címet művel, akkor az így csak egy példát. Nem, tehát ilyen, nem tudom skálázni, tehát ilyen hagyományos, klasszikus beéneklés nem szoktam csinálni. Yeah. Az más kérdés, hogy egy kicsit ráhallgatok egy alap A hangra a telefonon, és ahhoz képest egy kicsit, tényleg csak, hogy a hangszálak valamennyi... Bemozogolódják. De tényleg ennyi, tehát ez a teteje. Ennél tovább még nem mentem, lehet, hogy később majd ennél többet is fogok foglalkozni koncertek előtt az éneklése vagy a hangommal, de ennél egyelőre többet még nem csináltam. Jó, basszerozás. Sose tanultam basszus gitározni, meg gitározni úgy általában sem, értem. És ennek igazából ennek elsősorban az az oka, hogy engem nem érdekelt soha, hogy mennyire tudok virtuóz módon játszani, a gitáron, akár a basszusgitáron. Sokkal inkább érdekelt az, hogy mint énekes előadó, ha úgy tetszik, le tudom-e magamat kísérni. Világos. És igazából ez engem jellemzően mindig ki is elégített. Aha. Nyilván nem véletlenül a Tankcsebe zenei megfogalmazása is úgy van lehetőség szerint kialakítva, hogy azt koncerten is nagyjából el lehessen játszani, vagy annak ellenére is, hogy nyilvánvalóan a stúdióban használunk kiegészítő gitársávokat, egyebeket, persze, meg ott még ott a basszgitáron is néha egy-egy futamra betem, de koncerten ez kevésbé jellemző, mert ugye ott az éneklés ilyen szempontból az a fontosabb, igen. Is sorrendben. Éppen ezért, mivel mondom, én soha nem tartottam magam, vagy nem akartam különösebben hangszervirtuózzá válni, éppen ezért nem is nagyon érdekelt az, hogy én szervezett formában tanuljak gitározni. Egyszer a Tankcsebben legelején volt egy olyan időszak, a zenekar első 3 évében én gitáros voltam a zenekarban, de 6 óros ugye. Igen. De azt megelőzően is, mint basszusgitáros kezdtem zenélgetni, meg hát ugye azóta is basszusgitáros vagyok, azt a 3 évet kivéve. Abban a 3 évben volt az, amikor a zenekar első időszaka volt, amikor egyébként elmentem itt Debrecenben egy zeneiskolába nagybőgőt tanulni, mert hogy ugye végig is rokó a hangszer, basszus, mégis nem baj az, hogyha ragad rám valami kis zeneelmélet, vagy zeneismeret, vagy ilyesmi. De hát a dolog hamar megbukott. Mert igazából engem a nagybőgőzésben kurvára az érdekelt volna, hogy a kiállásban hogy kell pörgetni, mert azt láttam a rock'n'roll bandáknál. A faszomat érdekelt az is, nagyon rendes volt a zenetanár, egy ilyen igazi tanárember volt, egy idősebb csávó szemében minden. És akkor, amikor a második hónap végén még mindig ott tartottunk, hogy támasztottam a nagybőgőt, de még nem volt szabad megfogni, és hogy a vonót, hogy a csuklómat, hogy aranyos vagy, meg minden kulvárja, szerintem azt ne erőltessük. És akkor mondta, hogy hát nem bánja, hogy ezt mondtam, mert a többi tanár iskolában mostanában egyre jobban kérdezgető, hogy ki ez a gyerek, aki bejár ide ilyen loboncos haja, tollfűbe való, ilyen exőróz,
ezer gyűrű volt rajtam, igen, akkor igen. Mindenféle, minden óra előtt azzal kell kezdeni, minden vasat le kellett magamról szedni, ilyen derékszíjakat, meg minden, és mondta, hogy hát ha nem bánom, akkor ő annyira nem bánja, hogy én ezt mondom, hogy többet nem jövök, mert a többi tanár kezdi egyre jobban őt cinkelni, emiatt, hogy ki ez a lóhajú hülye gyerek, aki ide bejár az iskolába, hogy nem kéne ezt minden ide eltanácsolni. Úgyhogy igazából a zene tanulásom az nagyjából egy két kötője, maximum három hónap volt, és igazából gyorsan kudarcba fulladt, mert ő meg azt nem értette, hogy én miért nem akarom megérteni, hogy a zenéjelmet milyen fontos összhangzattan. Én mondtam, hogy értem, de most hogy kell pörgetni a nagybőgőt, a kiállást, nem az érdekel. Na úgyhogy ennyi, tehát így ennyit tanultam zenélni. Oké, egy pici zenekaros kérdés, és hát nagyon kíváncsi vagyok erre is. Most már tényleg 30-valahány éve együtt vagytok, hogy demokrácia van a zenekarban, vagy van valaki, akié az utolsó szó? Nem, hát demokráciának nem nevezném. A demokrácia ilyen szempontból, persze olyan értelemben véve, hogyha van egy olyan eldöntendő kérdés, akkor az jó, hogy a három tagú egy zenekar, mert ugye kettő egyre valami. Igen. De igazság szerint az ilyen dolgokat, az eldöntendő kérdéseket nem az alapján szoktuk elsősorban eldönteni, hogy most 2-1 vagy 3-0 vagy érted, mire sokkal inkább, hogy a zenekarnak mi szolgálja az érdekét. És a kérdésedre válaszolva, hogy van-e valaki, aki kimondja mindig az utolsó szót, igen. Van, de ez nem mindig ugyanaz a személy. Bizonyos dolgokban valaki mondja ki az utolsó szót, bizonyos dolgokban esetleg más valaki. Olyan is van, hogy ki sem mondunk egy utolsó szót, hanem inkább azt mondjuk, hogy jó, akkor térjünk erre vissza mondjuk holnap. Aha. Érted? Tehát ilyen, igen, tudom, szól akkor kocsi, kormányozza. Szoktam tőle készülni, hogy én a miniszter, akkor is ezt kérdezni, hogy kormányozzak, felhívja a figyelmetre. Már mindegy, a viccet félretéve, tehát ilyen értelemben véve nem nevezném demokráciának, ha úgy tetszik, uh-huh. De nem nevezném diktatúrának sem, mert mind a kettőnek vannak, mind a kettőre jellemző vonások is jellemzőek, világos. Főleg ennyi évtizeden keresztül. Nekem a csapdában a legerősebb, ami nekem a legjobban megfogott mindig, az a szövegek voltak. Tehát nekem az egyértelműen így az brutálisan. De hogy ezt csak te írod, vagy van olyan, vagy például is itt a demokráciára kötök, vagy olyan, hogy megmutatod, és akkor azt mondja valaki, hát figyelj, hát szerintem ez egy őrületes baromság, ezt a két szót javíts ki, vagy cseréljen. Van ilyen. Beleszólás van ebbe is? Van beleszólás, lehet beleszólás ebbe is. Aha. Ahogy egyébként mind a hárman beleszólunk, mind a másik kettőnek a ilyen szinten, ha úgy tetszik, a zenei értelemben vévevett munkájába is. Ez lehet egy dobfill, lehet egy gitárriff, egy szóló, egy dallam, egy bármi érte, de ugyanez igaz lehet a szövegre vagy az ének témákra is. Én azt gondolom, hogy ha egy zenekarban valóban zenei értelemben véve egyenragú társak játszanak, akkor az attól jó, hogy mindenki hozzá tudja tenni a sajátját. Mindenki magáénak tudja emiatt érezni, hogyha világos. Ha ez nem így lenne, akkor én csinálhatnék, vagy csinálhattam volna egy zenekart, aminek lenne mondjuk neve, vagy nem, teljesen mindegy. Én lennék a híres ember, főhős, aki áll elől, és az, hogy ki van mögöttem, kidobó, kigitározik, kibillentyűzik, az majd nem mindegy lenne. A tankcsapda sose erről szólt, vagy soha nem erről szólt. Én a tankcsapdában, én vagyok az egyetlen alapító tag, aki a zenekarban mindig benne volt értelemszerűen, de nekem soha nem volt mindegy az, hogy kivel vagy ki zenélek, érted? Ha valakivel rövidebb ideig zenéltem, annak is megvolt a maga oka, ha valakivel már régóta zenélek, annak is megvan a maga oka, érted? Mennyire vagytok kritikusak még most is magatokkal szemben, akár most az utóbbi pár évben, akár stúdióban, akár koncerten, hogy visszanéztek egy koncertet, és akkor azt mondjátok, hogy hát gyerekek, tudom, hogy mi vagyunk a tankcsapda, de ott azért legközelebb oda kell figyelni jobban, mert az a kiállás nem volt jó, vagy nem így beszéltük meg a próbán, és akár egy stúdióban is gondolok, hogy de ezt nagyjából megválaszoltad, hogy nincs olyan a stúdióban, hogy jó, akkor ez jó lesz így, és akkor... Hát figyelj, őszintén szóval ez olyannyira rátapintottál most ilyen szempontból egy fontos kérdésre, hogy ez egyre inkább így van. Nem úgy egyre kevésbé lenne így, hogy most már szarunk bele, jó lesz ez így a parasztoknak, nem. Egyre inkább így van. Méghozzá azért, mert egyrészt az elvárás belünk szemben ugye a név kötelez. Igen. Tehát az elvárás belünk szemben értelemszerűen sokkal magasabb manapság, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt volt. 30 évvel ezelőtt elmentem gondolkozás nélkül részegen a színpadra, mert nagyjából mindenki pont olyan része volt, mint én abban a klubban, ahol voltunk összesen 43-an, érted? A pultosal együtt. Nyilvánvalóan manapság egy tankcsora koncert egész más dimenzióban van, mindenféle értelemben véve. Tehát másrészt meg, amit mondtál zene értelemben véve is,
nem hogy egyre kevésbé lennénk slend, vagy egyre inkább slendjánok lennénk, vagy egyre jobban szarnánk ebbe bele, hanem egyre jobban figyelünk erre, az annál is inkább, mert egyre nagyobb a konkurencia, úgy tetszik. Kurva sok fiatal zenekar van, kurva sokan százszor jobban zenélnek a hangszeres értelemben is biztosan, mint ahogy mi valaha zenéltünk, érted? Ahhoz, hogy mi továbbra is mi lehessünk a tankcsapda, a híres rockzenekar, ahhoz nekünk nem úgy kevesebb munkát, hanem egyre több és több, de legalábbis egyre jobban és jobban odafigyelt, precíz munkát kell végeznünk. És most a munkaszót szándékosan hangsúlyozom, mert sokan szerintem tévúton járnak, amikor azt gondolják, hogy egy zenész az csak úgy a hobbiból, meg a szerelemből zenélget. Persze, nyilván azért kezdted el csinálni, igen, meg azért csinálom a mai napig is, mert szeretek zenélni, szeretek hangszert fogni a kezembe. Olyan napokon is, amikor nincsen túl, nincsen koncert, nincsen semmilyen közös munka, és minden nap van a kezemben a hangszer, valamilyen hangszer, otthon vannak ugye a hangszereim, valamilyen hangszer mindig van a kezemben több-kevesebb ideig, tehát magyarul szeretek zenélni minden mai napig, kurvára nem erről van szó, de ettől még ez akkor is egy munka is egyben, hiszen azt ugyanolyan precizitással el kell végezni, mint ahogy az ember, nem tudom, mérnök ember, vagy bármit csinál, hogy az fasza legyen, mert egyébként csak úgy oda baszol valamit egy vászonra, attól az még önmagában nem lesz festmény. Tehát, hogy lehet annak hívni, érted? Igen. Meg három ember bólogatott, hogy oly, micsoda művész vagy sem, ahogy azt a piros festéket rábaszta a vászonra, de attól az még önmagában nem lesz feltétlenül se művészet, se festmény. Ehhez kapcsolódik egy picit, hogy ki hozza az ötleteket. És hogy mindenből lesz-e valami, vagy ami nem jó, azt egyből kukázzátok közös megegyezés alapján. Figyelj, ötletelni gyakran szoktunk együtt is, gyakran szoktunk külön-külön is. Zenei ötleteket is szoktak hozni a többiek is, adott esetben még szövegötleteket is, egy-egy frappás sort, vagy bemondást, vagy nem tudom mit, amiből időnként akár még dal is születhet, vagy született is már, volt rá példa az elmúlt évtizedekben. Egyébként pedig, ugye mivel én voltam a zenekarban az alapító, vagy én vagyok a zenekarban az alapító tag, az első időszakban többnyire tőlem jöttek az ötletek, a szövegek értelemszerűen, de a zenei értelemben véve is sok. Ja, ja. És ez is egy nagyon furcsa, egy változó, hullámzó dolog. Vannak olyan időszakok, amikor mondjuk Siritől, meg Tomitól több zenei ötlet jön, mint tőlem. Van, amikor fordítva van ez így. Nincs erre recept, nincs ez nálunk kitalálva. Egy dolog viszont biztos, soha nem szerettem volna se a zenekar korábbi felállásaiban, se Tomival és Sidivel értelemszerűen az elmúlt 10 évben, mióta együtt vagyunk így hárman. Igen. Soha nem szerettünk volna azon vitatkozni, hogy ki melyik dalt szerezte, kinek hány forint jár a jogdíjból, ezért nálunk ilyen szempontból a demokrácia szóra visszatérve, a zenekar ilyen szempontból nálunk mindig demokratikus volt. Nálunk minden lemezen, minden dal annak a három embernek a zenei szerzeménye, aki az adott időszakban abban a zenekarban zenélt. Ez akkor is igaz, van mondjuk olyan dalunk, hogy egyszerű dal, amiben nincsen dob, nincsen gitár, nincsen benne semmi, én vagyok benne egyszer a gitárral, meg éneklek valamit. Ehhez képest ugyanúgy benne van dalszerzőként az artist, aztán lejelentve Buzsit Gyuri, aki akkor a dobosunk volt, meg Cseresznyi, aki akkor a gitárosunk volt. Igaziból ettől zenekar egy zenekar, hogy közös teherviselés van, meg közös sikerviselés is. Elvileg igen. Mármint úgy értem, hogy elvileg akkor ez jól tud működni, hogy ez így van. Mondom, ezért aztán, de nálunk ez nem csak pénzügyi vagy jogi értelemben nem volt soha kérdés, hanem nem is szoktunk erről beszélgetni, meg vitázni, meg egymás orrát dörgölni. De te három számmal többet írtál a legutóbbi lemezre, mint én. De nekem meg van négy dalban van a riffen, nem tudom, micsoda. Hagyjuk már az ilyen fasságot. Ha egy dal jó, akkor örülünk neki, ha meg szar, akkor meg azt mondjuk, hogy ám bocsi, ez most nem sikerült. Na jó, de most ezt fel is írtam, ezt a kérdést, csak most kimondtad ezt a szót, hogy mikor volt az utolsó nagy veszekedés a zenekaron belül? És nem akarok belemenni. Nem világos. Csak hogy van. Azért ti tényleg baromi sok időt töltötök együtt, akár a bulikon kívül is, meg tehát hogy igen, igen. Hogy azért ez nem egy egyszerű feladat egy ilyet egyben tartani. Ezt szakmailag, infrastruktúrailag, zeneileg, emberileg azért ez nem egy kis meló. Ez valóban így van, nagyon sok háttérmunkát igényel. Igazából az a baj, hát most örülünk, hogy csinálhatjuk azt, amit szeretnénk. Folytatom mégis ezt a gondolatot. Az a baj, hogy ugye Magyarország kicsi piac, nyilvánvalóan jóval kevesebb pénzt termel, mint mondjuk egy Egyesült Államok, ahol van egy híres zenekar, ahol arra is külön ember van, hogy a külön embernek legyen külön ember. Érted, mire gondolom? Nálunk ez nyilvánvalóan nem működik, nem tud működni. Uh-huh. Éppen ezért ez a maga dunama szolgált nincs ebből kiindulva. Nagyon sok mindent csinálunk a mai napig mi magunk. Igen, ezt tudom. És azért kezdtem így, hogy az a baj, hogy ez viszont azért nem szerencsés, vagy azért szar ilyen értelemben véve, mert nagyon sok esetben a lényegtől, a zenéléstől, a zenecsinálástól, a dalszerzéstől, a próbáktól, a koncertzéstől veszi el az időt, meg az energiát.
a tankcsöbb esetében szerintem a belefektetett munkának jó, hogyha a 30% a zenélés, és 70% a háttérmunka. Hogyha ez fordított arány lenne, nem tudom, hogy jobbak lennénk-e, nem tudom, hogy népszerűbbek lennénk-e, stb. De hogy többet foglalkoznánk azzal, amit jobban szeretünk csinálni, mint a háttérmunkát. Hát csak enélkül meg nem működik. Hát egyértelmű, természetesen enélkül meg nem működik. Nyilvánvalóan értelemszerűen. Egyébként a kérdésre visszatérve, hogy mikor volt legutóbb nagy veszekedés, ilyen szempontból ilyen nagy veszekedések nincsenek, hogy most deklaráltan kimondjuk, hogy na most emlékszem, amikor egy hónappal ezelőtt már ökörre mentünk. Igen. Vannak nézeteltérések, vannak súródások, vannak, de mindenféle kapcsolatban. Persze. Ahogy vannak örömpillanatok, meg örömnapok is, úgy vannak kevésbé szeretem pillanatok, meg napok is. De figyelj, ez főleg, hogyha évtizedeken keresztül csinálsz valamit, akkor ez óltatlanul így van, bármilyen. Akár civil életben, akár a művészvilágban, ha úgy tetszik, vagy akár bárhol máshol. Jó, még egy ilyen középbulvár kérdésem van, csak én például emlékszem a saját ilyenemre, hogy az első nagy gázsidra emlékszel, amikor azt mondtad fiatal, hogy jó, hát hogyha ez így lesz, akkor én leszek a legnagyobb király a világon. Nekem volt egy ilyen, azóta se kerestem annyit soha, de egyszer volt, és akkor azt hittem, hogy enyém lesz a világ. Ilyen értelemben, hogy az első nagy gázsim, így erre nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy amikor az ember tervez környékén, ugye akkor már ilyen 6-7 éve meg volt a zenekar, az ember tervez környékén volt először olyan, hogy egy turné végén annyi pénzt tudtunk osztani, hogy abból tudtam venni magamnak kérlek szépen hűtőszekrényt, közben jelzett, hogy majd tankoljak, tudtam belőle venni hűtőszekrényt, tudtam belőle venni egy mikrohullámosütőt, egy mosógépet, egyszerre. Bementem most boltba, és ott hagytam, nem tudom, 280 forintot, és akkor úgy jöttem, hogy bazd meg, tessék, Rock and Roll Demons a célba, a töltőtét, tehát épp tisztelettel becsülettem, hogy valaki félreértse. Egy szó, mint 100. De azt is hozzáteszem, hogy nálunk ez a gázsi, meg pénzkérdés is, hál' Istennek, apránként alakult ez ki, ugyanúgy, ahogy a népszerűség meg a siker. De nem az volt, hogy 10 évig éheztünk és kifli véget ettünk, és egyszer csak egyik napra a másikra ránk szakadt a bank. Lehet, hogy szarabb lett volna. Így, hogy apránként volt, először mi csak nyilván az első sok évben befeledtettük a lóvét, kifelevettük értelemszerűen. És aztán eljött ez a pillanat, amikor már annyi pénzzel mentem haza, mint amennyivel elindultam otthonról, az már nem volt rossz, mert akkor már legalább nem költöttem életem, akkor már kaptam ingyen sört, meg ilyesmi. De tényleg, hát most... Világos, persze, nem, hát teljesen abszolút, igen. Én tudom. A legfontosabb szempontnak egyik volt érte. Olyannyira, hogy az első alkalom, akkor emlékszem, azt mondtuk, hogy ha valahol ki tudják fizetni az üzemanyag költségünket, nem kilométer díjat, csak tényleg amennyi beletankolsz az autóba, meg kapunk egy lárosat, már mehetünk is, tehát ugye, már indultunk is. És ez valóban sokáig így is volt. Egy szó, mint 100, és onnantól kezdve aztán, amikor apránként elkezdtünk még keresni is a zenekarral, de nem sokat, csak ilyen piciket, kevesebbeket, aztán persze egyre többet és többet. Magyarul tudtuk kezelni a népszerűséggel járó ilyenfajta kihívást is, érted? Egyébként, ha már sztorizunk, meg ha már kicsit bulvárosztunk, hogy nem bulvároskodunk, amikor én leérettségiztem, és elmentem dolgozni egy Debrecenben egy hanglemezboltba, mint hanglemezbolti eladó, apám azt mondta, hogy fiam, az első fizetésedet, ott nincs mese, azt el kell tapsolni. Ne. De. Azt mondta, a többit már nem kell, de az első, azt igen. És én pontosan emlékszem is rá, 3640 forint vagy valahogy így, de 3100 forint volt. Ez mikor volt? 86. Yeah. 80, igen, 86. Aha. 86-ban 3600 forint a fizetés, megkaptam, és ez pontosan így is volt. Az, hogy miért pont hajdúszoboszlón volt, ezt már, arra már nem emlékszem. Aha. De emlékszem, hogy bementem hajdúszoboszlón egy kocsmába, persze már nem voltam szomjas, volt az ormány alatt. Bementem és mondtam, hogy amíg a pénzem tovább, mindenki a vendégem. És az utolsó fillérig, hajdúszoboszló kocsma, hajnal 2-ig már mindenkinek vettem a ropit, a konyakot, a rizét, a bárbakeserült, a csapolcső, én magam is persze. Persze. Derekasan kivettem a részem a pusztításból, és az utolsó kibaszott kanyigják. Egy este? Egy este, persze. Ezt tudod? Apám is megmondta, figyelme, ezt így kell, ugye, ez csak arra, onnantól kezdve aztán persze megint kurva sokáig izé volt. Igen. Ropi evés, de kétségtelen, hogy tehát erre sokkal inkább emlékszem, mint arra, hogy az első zenekari nagy gázsim mi lett volna, mert mondom, inkább apránként. Világos. Kezdtek jönni a pénzek. Na jó, és hát igaziból nekem a kérdéseim elfogyódtak, de Van egy... De van itt Debrecenben egy jó kis hangszer volt, ahol ott hettem a pengetődött, amíg én most elmegyek. Nem. Okay. Hanem, hogy van egy játékom, ami igaziból egy két részes játék lehet. Az első az attól függ, hogy bevállalod-e. Mm-hmm.
A második, az pedig én mindenféleképpen azt, hogyha nem vállalod be az elsőt, akkor a másodikat az csapass. Figyelj, csináljuk meg, vegyük fel, jó. A kamerák megőrzik, aztán, hogyha nem olyan, akkor legfeljebb majd nem vágod bele a műsorba, ha meg olyan, akkor meg... Igen. Én hoztam magam... Ha meg nem olyan és mégis belevágod a műsorba, akkor mennek az emberek. Akkor jön az emberek, igen. Persze. Hoztam magammal egy kis gitárt. Várjam el, csak leszedem róla, mert még ez annyira új, kölcsönkapós. Mert hát itt a kocsiban nem tudnék normál gitáron gitározni, úgyhogy arra gondoltam, hogy valamit eljátszhatunk közösen. De ez a hangszer, ez nem a normális gitár lágéban szól. Tehát itt az E-húr, az A-húr. Behangolom nem gyorsan. Baj. Nem baj, hát az van, hogy... Semmi baj, nyugodj meg, minden oké. Ja, nem, mert akkor... egyszer nekem is volt olyan, hogy az áhúrom égből helyett szólt, hogy fordulva. Erre már nem pontosan emlékszem, lehet, hogy nem is voltam teljesen magamnál. Ki tudja? Ez így jó lesz szerintem. Nem. Ilyen vagy? Ez egy ennél már énekeltél hamisabb gitárra, nem? Amikor 1990-ben a Punk and Roll című azóta elhíresült, akkor még kazetta albumnak hívták, azóta persze megjelent CD-s, mert minden csináltuk. Egy olyan gitáron játszottam, amit nem nagyon lehetett, de lehetett hangolni, körülbelül. De a mai napig meg lehet hallgatni a felvételt, tehát így... De hát ez nem jó ez. Hangoltuk, és akkor... Sehogy se. Már nagyjából kezdett kialakulni, és akkor valaki mondta, hogy valaki hátulról beszólt, hogy ne hangolj túl, mert sose lesz punk. Milyen igaz. De még akkor azt szokott lenni, tudod, hogy behangolod az üres húrokon faszán, és lefogsz egy hangot, és akkor onnan már teljesen használhatatlan. Sosem bánkod. Azt akartam még kérdezni, bocsánat, hogy volt-e már, hogy használta autótyunt lemezen? Kicsit kiigazítani, ott egy picit belenyúlunk. Hát én biztosan nem, de a hangmérnök, aki dolgozik a lemezen, de biztosan igen. Yes, mondom! Nem autótyunnak hívnak, nem egyébként, hogyha komolyan is akarok válaszolni a kérdésre. Egy gyors komolyat. A főszólamokat, tehát ami a lényeg egy-egy énekdalnak, azt addig énekelteti velem, vagy addig énekeltették velem, amíg ha muszáj volt, amíg már könnyes voltam, meg vérpisültem, de hogy meglegyen faszán. De kétségtelen, hogy vannak olyan szólamvokálok, főleg amik ilyen magas lágéban vannak, amit az én hangom annyira nagyon nem bír. Ja. Ott volt olyan, hogy azt mondta a hangmérnök srác, a Balga Zoli például, és vele dolgoztam sok lemezen, hogy nyugi, ez már benne van azon a határon, bőven benne van, amiből én már tudok dolgozni, és olyankor kicsit hozzárajzolt. Ez kétségtelen. De hozzáteszem, hogy szerintem kevés énekes van a világon szerintem, hát nyilván. Legalábbis, aki nem csinált valaha ilyesmit. Én ezt nem is szégyellem, nem szokták soha megkérdezni, meg igazából ennek akkor jelentősége. Nincs, ja, nem is az, csak a játék miatt mondom, mert ugye ez most, az autótyunt azt ugye, hogyha nem tudnák a kedves nézők, arra használják, hogy mit tudom én, ilyen, akár egy egyenes hangból, hogy énekel valaki, abból egy dallamot tudnak csinálni, és ebből lesz az a manapság nagyon divatos ilyen, mint hogyha egy szinti énekelne. De a leganalógabb autótyunt hoztam el most neked, ami létezik, azért, hogy könnyebben ki tud énekelni a kvartal magasabb... Azt a kurva! Hogy a magas, mert ugye ez magasabbá teszi a hangodat, anélkül, hogy magasabban énekelni, és ez egy lágéba leszel ezzel a gitárral. Az kurvának lesz. nem tudom, lehet, hogy ez megállhatunk majd. Ez nem az, hogy nem tudjuk, megállhatunk, ez álljunk meg szerintem. Jó, és hát én arra gondoltam... Ezt még egy ilyen viszonylag kis fogalmú úton sem merem menekülni. Hogy ha már az előbb itt felhoztad, meg egyébként is ehhez a gitárhoz nem nagyon illene más a csapdából, hogy az egyszerű dalból akár egy refrént megpróbálhatnánk így közösen ezzel az autotune-olt verzióval. Ez egy igazi analóg autotune. Igen, abszolút, ez a leganalóg. Keresünk egy olyan helyet, ahol biztonság. Jó, persze. Megnézzük, hogy mit mutat a mutató. És ilyenkor szokott az lenni, hogy egy másodperc múlva jön a busz. Nem, ide most úgy fogok ideállni, hogyha netalántám jönne, akkor sem jön para. Oké. Ezt azt kéne, hogy ezt most akkor így megfogod itt, hogy még nem oldzódjolódjunk ki. Igen? Ja, hogy nem jön. Igen. És akkor gyorsan, hát ez hélium, igen. Okay. Gyorsan megkeresem a dolgokat még. Mert a másik játék meg egy ilyen szituációs játékszerűség. Hát mondjuk sok mindenre gondoltam, de arra, hogy random csütörtök délben héliumot fogok szívni. Erre mondjuk nem gondoltam. Ebbe a táska, ez a játékos táska, a szürke, és ebben vannak a játékok. És az van, hogy ebből ezek szituációk.
Ajaj. És éneklés közben kapod ezeket az infókat, és egyet húznod kell, teljesen mindegy, hogy melyiket, és akkor egyszer csak, amikor abban a pillanatban vagy, akkor úgy gondolod, hogy ezt a szituációt eljátszod. Ebben nem leszek jó szerintem, sőt, ebben szar lesz. Igen? Hát egyet húzzál, és akkor meglátjuk. De nem, akkor most húzzam? Igen. Most húzzam ki, igen? De most ne nézzem még. Nézd meg, és akkor bármikor úgy dönthetsz. Megnyerted a lottó ötöst, és ezt a színpadon éneklés közben. Tudod meg? Ja. Tehát most... És ezt egyszer ezzel? Ez nekem sok lesz, bazd meg, szerintem csinálj. Jó, akkor csinálj. A hírjú, hogy külön meg ezt is külön, mert már így is szédülök, ezzel járja. Tudod, hogy kell, tudod, és akkor vesz egy nagy levegőt a hélium. És ezt benne kell tartani a tüdőben? Sokáig hát, vagy? Nem, hát ezt beszívod, és utána elkezdesz énekelni. És azon, abban lenni, azon lenni. Igen, okay. És akkor a refrént gondoltam. Jó, egyszerű, de oké. Okay. Vagy én nézem. Ja. Jó, oké. Okay. Oké, okay. Mehetünk akkor a dasió. Jó, beizéltem, mert... Látszik, hogy... Messziről jött. Látszik, hogy kevés dolgot szoktam szívni. Amit ugye... Mélyen. Azaz. Há, négy. Ez csak egy egyszerű dolog, semmit nem akar. Hát, már nem bírok így gitározni. Viszont még egyet. Jó. Ez csak egy egyszerű dal, semmit nem akar. Ilyen kell. Ez csak egy egyszerű dal, semmit nem akar. Jó, ez jó volt. Fasza. Figyelj, az előbb mondtam, hogy ha felveszünk, ha jó, akkor bele lehet a műsorban, ha nem, és mégis beteszed, mennek az emberek. Mennek az emberek. De nagyon vicces volt a hangod! Ha már elhoztad, ja, faszom, azt a kurva. Érdekes. Nem tudom, mennyire bírnák a rajongók, hogy egy koncerten... Végig nyomná egy minden szám között egy lufi. Az kicsit erős lenne. Júj, azt tedd el emlékbe. Oké. Jaj, igazi pol. Akkor hagyjuk a szituációs játékot majd a következő emberemnek, akivel... csinálom az autós műsort. Megcsinálom vele. De várjál, megmutatom még, hogy mik vannak, csak hogy tud. Hogy kegyetlen hangosan rád dudálnak, és így nagyon meg kell ijedned egy adott pillanatban. Az meg ilyen egyébként szokott lenni. Tényleg? Hát nem rád dudálás, de vannak olyan koncertek, ahol használunk az átlagos pirotechnikákon, meg az átlagos pukkancsokon kívül, használunk ugye nagyobb fesztivált, nagyobb rendezvények, mit tudom én, vannak ilyen mindenféle petárdák, robbanó gránátok, minden, és hiába tudom, mert ugye előtte átbeszéljük, persze, hogy hova ne álljál, mit mondjuk, ne égessel a hajra, stb. Annak ellenére be van nekem is, meg mindenkinek be van jelölve, hogy mikor milyen effektek lesznek, tisztában legyünk vele. Ennek ellenére volt már, tudom, két szám előtte még látom, hogy két szám a később lesz, nem tudom milyen pukancs, de addigra kuvá elfejtem. És volt már olyan baznak, hogy hülye, rendesen azt hittem, hogy már szalom baznak. Tudom. És kezdve úgy tenni, hogy minden oké, jaj, de fasza. Jó, oké, és akkor ez, hogy mit tudom, egy lecsós babot ettél pont a koncert előtt, és a buli közepén a legromantikusabb számnál, és érzed, hogy nincs mese. Hát figyelj, nyilván 30 plusz évben belefér sok minden. Én nagyon régóta figyelek erre, nem csak én egyébként, de hogyha most ketten beszélgetünk, én nagyon régóta figyelek arra, hogy koncertek előtt mindig a megfelelő, de mivel halálkomja mondom, a megfelelő ütemezésben egyek, igyak és ilyen fomenőrítsek is. Magyarul, hogy ne fordulhasson ez véletlenül is elő. Nem csak azért, hogy ne az legyen, hogy befosok a színpadon, mert az elég szakon néz ki, hanem egész egyszerűen, hogyha valaki énekel rockzenében, főleg ugye kurvára kell a gyomor számát, a hasizmokat, vagy gyomorizmokat használni az énekléshez, és egész egyszerűen kényelmetlen, nem lehet, nem hogy jól lakva nem lehet énekelni, hanem még úgyse, hogyha előtte egy-két órával lettél. Tehát ilyen szempontból ez velem ritkán fordul elő, vagy fordult elő ilyen szituáció, de volt már olyan koncert, emlékszem rá, ahol a ráadás volt, pont a Mennyország Turist volt, valahol játszhatunk, és akkor tudtam azt is, hogy a színpadon ráadásul az első WC a backstage-ben viszonylag messze van, mert le kell menni egy emeletet, a pinta a pincében van, akkor a klotyó. És bazdmeg a végén a ráadást, ugye a falból fel már össze volt, sziasztok, nagyon köszönjük! Amikor már tudod, amikor nem csak nem ugrálsz, persze, hanem már csak egy helyben állsz, és így
koncentrálsz, hogy aha, még két refrén, még egy refrén, jó, tus, lezárás, szevasztok, fú, tudod, há, így, és ahogy bejössz a hízzel a színfalok, meg, de mondom, ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő, pont azért, mert ugye figyelek, igyekszem erre a lehető legjobban figyelni. Nem azt mondom, hogy 100-ból 100, de mondjuk 100-ból 99-szer ez működik is. Hogy nem kerülök ilyen helyzetbe. Királyság, annyi az öröm hírem közben, hogy meglett a pengetőm. Itt volt a zsebemben. Akkor elsőke meg. Megyünk. De hogyha megteszed, hogy visszaviszel a vasútra, akkor nagyon hálásan köszönöm. De hát a hangszabóban csak olyan egy. Menjünk el. Hát persze, hát gondolom. Jó, hát akkor hát, ha veszek ott egy pengetőt. Hát persze, ki tudja. Tartalékba, tudod, hogy ne csak ez az egy legyen. Így van. Ami járkálni kell mindig mindenhol. Van még ott egy csomó fasz a színes pengető. Jó. Válasz közül egy. Meghívlak egy pengetőt. De hát, Isten mencset, hát igen. Jaj. Annak idején, régen, sok évvel ezelőtt, hogyha valakinek névre szóló, vagy saját logózott, vagy zenekari névvel ellátott egy emblémás pengetője volt, akkor fú, mindenki hogy letérdelt, hogy persze, én persze is hozzáteszem. Tehát, meg amikor mit tudom, valami külföldi zenekarnak a koncertjén elkaptál egy mit tudom én, egy zenekar logózott pengetőt. Igen, igen. Hát az a legnagyobb kincsek voltak. Nyilván mi is már nagyon régóta saját pengetővel játszunk értelemszerűen, Siri is, meg én is, meg mindenféle ilyen szériánkban, olyan szériánkban, tehát nagyon csak az. De ez nyilván manapság már egyébként, hozzáteszem, egyáltalán nem baj, hogy sok ember számára ez elérhető, ez teljesen normális. Egy gyors történet velem, hogy egyszer volt ilyen, hogy játszottam még nagyon így az elején, egy szegedi zenekarom volt, és nagyon éreztük a izét, klub, de viszonylag voltogattak, meg mit tudom, ismertek minket, és a végén kidobtam a pengetőmet a közönségben, és utána miután mindenki elment, felvettem, ott volt a földön, és mondom, akkor nem persze, világos. Basz meg egy pengető, ki tudja, mennyi lehet még vele játszani. Persze, hát még tök jó pengető volt. Na jó, de mondjuk ez egy pengető egy klubban, amit megtaláltál adott esetben a színpad előtt, de van egy sztori, nem a műsor miatt mondom, de ha beteszed, akkor se para, mert nem vagyok tiszteletlen egyáltalán. Gidó Falvi Attila, igen. Lord zenekar, Sitke, geci sok ember, 20 000 ember, nem tudom. Kurva nagy buli, ugye hát ráadásul ugye ott ők a ilyen szempontból ott otthon vannak, ugye Sitke, ja. Ugye ott közel Szombathelyhez, Lord zenekar, tényleg kurva nagy buli, mindenki kurvára imádja őket, teljesen jogosan nagy beindulás. Igen. Koncert vége, és Gidó annyira be volt indulva, hogy a Farmer mellény, hogy valahogy levette magáról a feje felé, pergette, vagy tudod, forgatta az elköszönésnél, ugye aha, amúgy is igen. Szokott így vicces dolgokat csinálni, mit tudom én, poénkodni, és a lényeg, hogy így bepaszta a közönség közé így a mellényt, a formelmányt, így repült a mellény, és állítólag az anekdóta úgy szólt, ahogy repült a mellény, már ekkor leesett neki a tantusz, hogy az aznapi komplet gázsba be van téve ide a felső zsebbe, be van ugyan gombolva, de hát ott van a mellénybe, passz meg a gázsi. És no, akkor így, belépült a mellény, persze ezt nem mondták, csak hogy elnézést, ha a mellényt, hogyha vissza lenne, akkor ezt nem hiszem. Nem tudom szó szerint pontosan, igen, történt, de valami hasonló, mondom, nem vagyunk tiszteletlenek szerintem, hogy abszolút nem, de imádom ezeket a sztorikat. Azért mondom, ez csak arra felmondom, hogy egy pengetőt bedobsz, és az is oké, de hogy a gázs a Farmer mellény zsebébe így begombolva, az még szarabb. Csak annyit akartam így visszatérve rátok meg a csapdára, hogy mik még a tervek, hogy hova tudtok még szerinted eljutni, mert most már tényleg kb. Azon a szinten vagytok, hogy tehát egy brand vagytok, meg a név az már, tehát hogy kb. Legenda is, hogy Magyarországon itthon ezt még lehet-e tovább, hát vagy mit tudtok még csinálni, azon kívül, hogy imádjátok és csináljátok és szerettétek az új számokat, meg van mondani való, meg minden, hogy van-e még följebb? Figyelj, erre a kérdésre úgy válaszolok, vagy azzal a gondolat, vagy mondat fűzére válaszolok, ami úgy szól, hogy ezt a kérdést először tőlünk az Ember tervez 95-ös megjelenését követően, amikor aranylemezé vált, tették föl először. Hogy bazd meg, Magyarországon tényleg ti már mindent elértetek, már megcsináltatok, mint a dupla pecsákat csináltok, meg nem tudom, blablabla. Tényleg ti már jóformán Magyarországon kevés olyan dolog van, amit még ti, mint rockzenekar nem értetek el. Hova lehet még innen tovább? Uh-huh. Ez 96-ban vissza volt. Is szívtam ezt a kérdést. Nem. A kérdés valahol logikus, meg jogos. De mondom, ezt nem azt mondom, hogy akkor tették föl először. Ja. Azóta ezt a kérdést nyilván is újra felteszik. Persze. És egy idő után mindig azt tudtuk erre válaszolni, hogy nem tudjuk, hogy figyelj, egyébként meg, hogyha egy kicsit komolyabban akarok válaszolni, hogyha tudunk ilyen szinten, ilyen színvonalon zenélni, úgy értem, hogy ilyen körülmények között, kurva jó színpadokon, jó piát
tudunk inni a buli után, jó kaját tudunk enni a buli előtt, stb. Igen. Stb. Tehát magyarul, hogyha tényleg a szó jó értelmében véve megfelelő körülmények között lehet és szeretünk is értelemszerűen koncertezni, hogyha ezt a szintet meg színvonalat tudjuk tartani, akkor, és remélem, hogy sokáig így lesz ez még, akkor igazából az is már egy olyasfajta cél, amihez világos. Szintén kurva sok munka kell. Nem, nem feltétlenül a feljebb lépés, vagy a tovább lépés itt ilyen értelemben véve. Magyarul nem attól lesz egy zenekar népszerűbb, hogyha több lámpa van a feje felé felakadva egy színpadképben, érted? Hanem hogyha azt, amilyen van, azt jó és egyre jobban használja. Világos. Érted? Laci, én egyébként ennyit gondoltam ebben az autós műsorban, és baromi hálás vagyok neked, hogy elhozol a pengetőmért. Hát igen, mert mondjuk, egyébként, hogyha valaki nem, vagy nem tudom, mi először találkoztunk most itt személyesen, igen, és igen. Hát... És ilyenkor szokták mondani, hogy először, de nem utoljára. Először találkoztam személyesen, és utoljára. Nyilvánvaló. A rajta múlik, utoljára. Természeteset gondoltam. Szóval baromira köszönöm, mert hát annak ellenére, vagyis hát azzal együtt, hogy mégiscsak te vagy a Lukács Laci, nem érződik ilyenkor rajtad, hogy te vagy a Lukács Laci. Mármint, hogy tökre jó volt veled beszélgetni, meg hallgatni a sztorikat. De akkor így van, remélem, hogy nem csak én, meg te itt mellettem szórakoztunk, hanem akit néztek. Remélem, én is. Gyorsan még akkor elmegyünk a hangszerboltban, meg hogyha utána megteszed, hogy kidobsz végig a vasútra, akkor simaliban. Köszönöm szépen, és hát nem tudom, még hogyha lesz itt valami hülyeség, akkor azt úgyis berakom. Na persze, egyébként eddig kim voltunk, ugye kimentünk a városon. A világ végét, tehát másik városban voltunk már, hát Hajdúszovát. Így van pontosan. Ott megijedtem, hogy lehet, hogy itt ilyen... Nem, semmi baj nincs ott. Nem megy jól a szekér, és akkor... Ahol tudunk, vesét adunk. Ja. Nem, azért hál' Istennek itt ilyen szempontból azért ez egy nyugodtabb. Ja, hát nem, hát nyilván viccelek. Na most érkezünk be Debrecenbe, annyit mentünk, hogy most érkezünk be Debrecenbe. Igen. Nem, mert egyébként nem mentünk messze, egy pár kilométerre van Hajdúszovát Debrecentől. Közigazgatási értelemben véve nem sokat nem tudom. Nem csak a belvárosban azért, ahogy mondtam is neked, hogy ha vezetek, akkor szeretek inkább arra figyelni. Zenét persze hallgatok közben, meg nem azt mondom, hogy soha nem beszélgettem, de hogyha összeszedett, értelmeztő mondatokban akarok válaszolni egy kérdésre, aminek még tartalma is van, és nem csak a számat jártatom és szaporítom a szót, akkor, hogyha arra is figyelek, akkor jobb, hogyha nem kell piros lámpát, meg világos, hát persze. Azikákat, babakocsit, olónyukákat kerüljek. Hát igen, ezért szoktak egyébként, ezért szokott ez fordítva lenni. Hogy... Igen. De jó, ugye, nincs ez sem. Nem, hát itt kérem, hogy tehát, hogy a kedves autószponzorok, mindenféle támogatók, segítség, nem viccelek, de hogy is nem, semmi ilyesmire szó sincs. Szépen vigyenek engem csak a hírességek mindenhová. Hát végül is, hogyha... Ha megtehetem. Hogyha hírességeket furóztatod magad, hát akkor figyelj. Nem tudok viccet mesélni, ezért most nem is fogom, de van egy ilyen régi rossz vicc, hogy amikor a pápa új autót, ugye pápa mobil, igen. Nagyon tetszik neki, és ugye próbálja a sofőrt megbeszélni, vagy rábeszélni, hogy segítsen már neki, hogy... Vagyis, hogy vezesse már neki. De hát szerintem nem lehet, hát, hogy engem kirúgnak a munkahelyemről, a fejemet veszik, bebörtönöznek, hát én nem engedem át. Mindegy, és nem tudom pontosan, hogy van azt, hogy mondani, ráadásul szarvizmesélő vagyok, nem is akarok mesélni. De a lényeg, hogy csak azt mondja, hogy oké, akkor a vezessen, és akkor megy a pápa, hogy kurvára élvezi az új autót, meg új Verda, mindentől pakolásza, hátul a sofőr, és akkor valami rendőri igazoltás, és akkor valami olyasmi a viccnek a vége, vagy a poén, hogy nem tudom, ki lehetett hátulba, de hát a pápa volt a sofőr. Igen! Geci, a kutya ültet hátul, lehet maga jó, de nem tudom, de hát a pápa volt a sofőr. Ja, hát én is ezzel a szándékkal indítottam ezt az egészet, hogy akkor nyilván, hogyha ilyen sztárok furikáznak engem, akkor persze, még biztos, hogy még... Messzi vagyunk még egyébként a bolttól? Most már egyre messze. És akkor gondolom, te imádod Debrecent, hogyha nem volt váltás ebből. Ja, persze. Igen. Hát figyelj, Debrecen egyszerre nagy, egyszerre kicsi, egyszerre unalmas, egyszerre izgalmas, és a többi lehet a sorolni jelzőket. De itt például még szoktál-e, vagy ki tudsz-e menni a boltba? Hát meg szoktam is, tehát, hogy nem igen? Persze, nyilván, hogyne. Ja. Az más kérdés, hogy nem telik el úgy nap, még akkor sem, hogyha egyébként ott abban a kertvárosi kerületben, ahol én élek, nyilván ott szoktam inkább mozogni, ja. Gyalog.
ott azért nyilván megszokottá vált az arcom. Igen. Azt meg az, hogy ott egyébként ott laki Tomi is nem messze tőle. Ugye te egymáshoz közel lakunk, tél pár utcányira. Igen, azt nagyjából tudom, mert múltkor véletlenül arra mentünk. Igen, igen. Szóval annak ellenére, hogy ott nyilván megszokott figura vagyok, ahogy tetszik, ennek ellenére nem telik el úgy nap, hogy lededikálnék, lefotózni, ne csinálnék bármilyen. És ezt bírod még? De ezzel az évrágon semmi baj nincs. Hát ugye, ez egyébként ugyanolyan visszajelzés, hogyha valaki csinál valamit, kiállsz a színpadra, befejezel egy számot, és ugye az emberek nem fütyülnek, hanem tapsolnak, akkor ennek örülsz, hogy másnak is tetszik. Az, hogyha valaki odajön hozzá az utcán egy fotót, vagy egy dedikálást kérni, vagy egyszerűen csak megütögeti a válladat, vagy kezdet a kaveret fogni, és gratulál, hogy új kurvára szeretem meg a, nem tudom, a fiam is, meg a most már az unokám is, mondják, érted? Az pont ugyanolyan jól eső visszajelzés és a munkát egyfajta elismerése. Persze. Csak hát azért most úgy mondod, mint hogyha nem hallanánk olyan híreket, hogy már valakinek elege van, nem ad autogramot, már csak pénzért, már nem jön ki, nem. Tehát hogy azért van ilyen, és csak, de ezek szerintem nem ilyen. Szerintem vagy. Magyarországon azért nincs ilyen, vagy ha, mert hogy a léptékek miatt, hogyha... Hát az Irénke, most speciál, ő 1000 forinttel ad egy autogramot. Hát jó, Irénke azért baszlom, mert Irénke profi. Én meg tudom, hogy hülye gyerek vagyok, én ingyen osztogatom az autogramot. Szóval legyünk őszték, hogy most érted, most bemondtál, bedobtál egy ilyen nagyon durván, érted, Irénke geci nagy. De nem, most nem is biztos, hogy Irénkének hívják. Most elkezdtem gondolkodni, az a furán éneklő. Igen, van egy ilyen csaj, aki ott énekel. Igen, na te tudod. Ennél, akkor... Hát úgy tudom, hogy valamelyik hülye WhatsApp csoportban a zenekarom. Igen, igen. Valaki elküldte a linket, ránéztem, és fél percet nevettem rajta. Ugyanez, de most nem is biztos, hogy így hívják, mert nem tudom, de mindegy, de hogy ő kér pénzt, érte, te nem. És akkor hát... Nem, mert figyelj, egyébként most a viccet félretéve a népszerűség, nyilvánvalóan, és biztos vagyok benne, hogy vannak és lehetnek olyan fokozatai, ami engem is kurvára terhelne, ha a bevezetőben elhangzottak szerint nem csak majdnem világsztár lennék, hanem kurva nagy világsztár lennék. Yeah, yeah, yeah. Akkor biztos lennének olyan helyzetek, amikor a hátam közepére kívánnék bárkit, nem rajongókat egyáltalán, igen, hanem ugye eleve, igen. Érted? De hát ez a Magyarországon nincsenek ilyen értelemben véve sztárok, vagy ilyen ekkora celebritások. Azt gondolom, hogy ha Magyarországon a piac méretei, most a piac szót értsük jól, világos. Méretei miatt valaki lehet népszerű, valaki lehet elismert, valaki lehet sokak által szeretett és kedvelt, és mi hál' Istennek ilyenek vagyunk a zenekar a tankcsapda, így az én személyem is ezen belül. Az ezzel járó, hogy mondjam, dolgokat, mint az, hogy oda mennek hozzá és dedikálást kérnek, vagy fotót, vagy egyáltalán bármi, ezt nem, hogy el kell tudni viselni, hanem ezt meg kell köszönni. Persze, kell hát én is, igen. Értem. Alapvetően én is így gondolkodom erről. Ez abszolút így van, szerintem legalábbis. Ja. Én azt gondolom, hogy ez egyébként pont ugyan, mint az általános emberi tulajdonságok, hogy van, aki amikor a 90-es évek első felében megindultak Magyarországon is a kereskedelmi televíziók, megindult Magyarországon is a kereskedelmi rádiózás, a szónak a nyugatias értelmében, ugye a 90-es évek legelején járunk, ugye a rendszerváltás kilátásokkal, és egyszer csak ugye hirtelen megjelentek Magyarországon is a celebek. Uh-huh, ugye ezt a kifejezést sem használtuk korábban, mert nem voltak nálunk celebek, nem volt celebritás, érted? Megjelentek nálunk is a celebek, akik közül a legtöbben azért voltak celebek, mert celebek. Tehát, hogy amúgy sokszor megkérdeztem, amúgy ez ki a faszom, már most nem úgy. És mondták, hogy mitől megnyerte a Sárét udvari szépségverseny második fordulóját hátulról, érted? De jó, basz meg. És onnantól kezdve, hogy egy híres celebek. Nehogy véletlenül, hogy Sárét udvari valaki rossz névén vegye, mert egyébként Sárét udvarit kedvelem, tisztelem, becsülöm, itt van, nem veszed tőlük. Egy szó mint száz. És abban az időben hangzottak el olyan mondatok az ilyen híres celebek szájából, hogy jaj, hát ő már mennyire ki van ettől, meg ő csak... Szóval mi ezt vízből szoktuk, poénból szoktuk ezt néha mondani, egy-egy dedikálás, vagy egy-egy ilyen közönség találkozó után, hogy én már csak normálisan szeretném élni az életet, nem vágyom semmi más, csak normális életet. De érted, tehát, hogy szerintem, hogyha valaki tényleg így gondolja, az menjen el, az meg kazánkovásnak, vagy nem tudom, favágónak. Menjen el normális életet élni. Ne félj, az erdőben a favágás közben nem fognak tőle dedikálást kérni, hogy a mókusokat biztos. Azt tudja. Ha valakinek tényleg ez a problémája. Hát, ez ilyen szinten picsa csinálás. Jó, hát azért jó tudni, hogy így játsz hozzá, meg gondolom, a zenekar is így gondolkodik el. Persze, de hát ráadásul az egy gondolat erejéig Debrecenre még visszatérve, hogy az, hogy mi debreceni zenekarként indultunk, és mind a mai napig debreceni zenekar is vagyunk.
számtalanszor elmondtam interjúban, hogy innen indulunk el, és ide érkezünk haza. Az nagyon-nagyon sokat számított, vagy sokat hozzátett ebben a fajta gondolkozás, vagy ennek a fajta gondolkozásmódnak a megőrzésében. Az, hogy debreceniek vagyunk, persze, közben népszerűek lettünk, hál' Istennek, közben az életem nekem is anyagi értelemben véve is előrefelé haladt, és ez persze, de hogy ezt nem, hogy nem titkoljuk, hanem ezt erre egyrészt büszkék vagyunk, meg örülünk annak, hogy így van, persze. Nem kérkedünk vele, de ha megkérdezik, akkor elmondjuk, érted? Tehát, hogy nyilván ezt nem kell szégyelni. Hát persze, és nem is az anyagi dolgokról beszélek elsősorban, sokkal inkább a gondolkozásmódról, hogy ezek nálunk ennyire egyszerűen működnek, hogyha valaki meghallja az Alföld gyerek című dalt, meg annak a dalszövegét, abban nagyjából ez az egész életérzés ilyen értelemben, mivel benne van. Meg tudom érteni azt, hogyha valaki az ország vagy a világ más pontjairól másképp látja, vagy másképp értékeli, vagy másképp érzi magát itt, mint ahogy én ezt meg tudom abszolút érteni. Világos. De ettől függetlenül szerintem az, hogy a zenekar megőrizte a városi, a Debrecenhez fűződött gyökereit a szó szoros értelmében is, úgy értem, hogy nem csak, hogy büszkék vagyunk rá, hogy egyszer onnan indultunk, hanem tényleg azok is vagyunk, Debreceniek vagyunk mind a mai napig. Ez szerintem nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy olyanok vagyunk, mint amilyenek. Igen. Hát most már tényleg lassan itt vagyunk a hangszerboltnál, ugye, ha jól emlékszem, nem? Hát itt még egy-két kunkort dobunk, és egyébként ott lesz. Semmi, fogalmam sincs, hogy hol vagyunk. Na, én de nem érdekes. De persze. Mert múltkor voltam itt csak mióta, egyszer. Figyelj, mióta sztár sofőrjeim vannak, az minden mindegy, hogy... Nem mindegy, hogy merre visznek. Azért mondom. Elő szokott fordulni velem, nem túl gyakran, de azért előfordul, hogy valamiért külön kocsival megyek koncertre, vagy mit tudom. Aha. És olyan is elő szokott fordulni, hogy nem én vezetek olyankor, hanem aha. Nagyon nagy képűen fogalmazva van sofőr. Igen. Ennek nem elsősorban ez az oka, mert én nem tudnék vezetni, meg szoktam én magam is valami, persze. Logisztikailag úgy jön ki a dolog, hogy én belülök egy buli kocsiba is vezetek. Hanem ennek sokkal inkább az szokott lenni az ok, hogy olyankor nyugodtan tudok inni. És engem soha nem szokott zavarni az, hogy akár az én saját autómat, akár bárki más vezetett, engem soha nem zsenáltott. Vannak olyan emberek, akik tudom, hogy nem szeretik, hogyha a feleségük vezet, vagy hogyha nem tudom, nem szívesen adják át a volán másnak. Na hát én sose voltam ilyen. Nyugodtan csak. Kérlek szépen, leülök hátra, mit ennek egy losonciéjébe, az meg az a SMP, és akkor azt pukkartam a sőt részébe, és mehetünk. De akkor még, tehát hogy általában azért még közösen utaztok egy busszal, mint ahogy egy a zenekar. Egyébként igen, persze, igen. Igen. Mondom, vannak logisztikai, vagy vannak néha olyan koncertek, hogy úgy oldjuk meg, mert nem egy helyről indulunk, vagy igen, nem egy helyről megyünk, aztán tovább, vagy volt olyan, most nem kezdek be a példák sorolásába, hogy van olyan, hogy mit lemegy egy háromnapos etap, és akkor a következő két napban neki ott van dolga, nekem ott van dolga, és akkor mondjuk különböző helyekre spriccelünk, ilyen is van. De egyébként jellemzően az esetek túlnyomó döntő részében együtt a zenekar együtt utazik egy kis buszban. Hát ez respekt. Mármint, hogy ez jó dolog. Az más kérdés, hogy a stábtól persze most már külön mozgunk. Ja, hát világos, nyilván, igen. Ők érkeznek hamarabb a helyszínre, építik a színpadot, a hangbeállást tartani, és a többi. Tehát, hogy más nekik más a ritmikájuk, nekünk ilyen szempontból. Jó, még egy dolog eszembe jutott. Egy dolgot te is kérdezz tőlem. Mi a gecit képzelte magadról, hogy hél nyomot szintet velem, szerintem ez annyira vicces a héliumozás, hogy megvettem ezt a izét, én már ezt egy éve tervezgetem ezt a műsort. Ja, világos. És sose jött össze, nem ér rá, tudod, lemondódik, izé már folyamatosan ez megy, és megvan ez a hélium, és hát ugye a bulikban azért kiszoktuk próbálni a héliumozást. Én megmondom neked őszintén, én bulikban még másik kiszoktam próbálni. Megérkeztünk hangszerbolt. Több fasságot már nem tudok mondani legalább. Igen. Most már olyan témák jöttek volna amúgy is ezután, ami... Igen. Jaj. Hát Laci, hálásan köszönöm. Olyan helyre állok meg, hogy ahol jön a parkőr, akkor ne büntessem meg. Ja, jó. Itt jól megfordulok neked. Ez a boltnak a hátulja egyébként. Igen, tudom, itt jöttem be múltkor. Igen. De van rendes bejárat is, hangszerbolt amúgy. Nyilván csak. Itt meg tudok úgy állni, pakolás címszóval, hogy... Nagyon szépen köszönöm a fuvart, gyorsan beszaladok a pengetőért, és utána... Annyira lekapkodj, mert én meg dobok egy pisit. Oké.
kamcsikat leállítom. Szerintem köszönjünk el. Jó, remélem, hogy élveztétek hát én is. A közös utazást. És remélem, hogy olyan információk is elhangzottak, amiket eddig még nem tudtatok akár róla, akár a zenekarról. Csőzzetek! Yes, today! Ez fullos volt. Ott azt a piros gombot megnyomod, légy. Kérlek, tisztelet, ezt itt, nem? A pirosot. Egy teszt. Aha, igen. Van.